műhelybe, ami otthon biztos bejárati zárral van védve, meg ugye van egy lakat, a hozzávaló kulcsa, és jelenleg itt vagyunk, ez egy fa, itt vagyunk a semmi közepén, ez egy másik épület, ugye, és hát itt hullik a hó, nem tudom mennyire látni, de hullik. Na mindegy, szóval amit most éppen látni fogunk, az a műhely. Jaj! Még mielőtt megmutatom, most jutott eszembe valami. Jöjjünk ide hátra. Ez a műhely hátulja. Látni, kicsit gyengén be van pakolva. Itt van egy hőmérő. Ezt hivatott mutatni, hogy hány fok van. Hát, a fene tudja mennyire látni. Szóval ilyen mínusz 10 körül vagyunk valahol. Nem jól látom egyébként, tehát ilyen mínusz 8 körül vagyunk. Mindegy. Szerencsére van lámpadba szarva. És itt aktívan, itt a hóba, itt vigyorgunk, azért van rajtam dupla pulóver, meg dupla minden. Így. Ezt kinyitjuk. Aztán van egy ilyen betörés védelmi vackon. Ezt mindjárt megoldom. Ja. Ez egy ilyen tuning cucc. Egyedi drótozással. Senki nem tudja, hogy na, hatalmas fényerejű lámpa. Szóval innen is látni a hőmérőt egyébként. Nem biztos, hogy látja. Ez mindegy, ilyen mínusz 8 fok körül van. És a gép körülbelül 3 napja nem volt bekapcsolva. Innen ered ez a nem gyenge hideg. Amit látjátok, itt nincs olyan, hogy hűtőtest. Itt nincs, egy hűtőgép van, igen, de hát az nincs bedugva, meg mert rossz is, meg valakinek el kéne vinni, egy-két taliga. Itt van ilyen hullámpala, de e fölött már a hó van. Tehát itt nincs olyan, hogy szigetelés, nincs semmi. Ja, és itt az ajtó mellett ilyen nem gyenge rések, így üvölt be a hideg. Itt jön be az internet, az áram, stb. Na jó. Üljünk le. Start. Bocsánat a backward fényért, de hát most nem tudok mit csinálni. És hát ugye a delete billentyűvel mindjárt behozzuk a biosztot. Úgy. Remélem sikerült behozni a bioszt. Baromi erős a fény ennek a vacaknak. Mindjárt kikapcsolom a fényt. De nem, egyébként látható, hogy most 5 fok van, 4 fok, 5 fok, tehát nem gyenge. Nem tudom, miért nem hűlt le, mindegy. Szóval kurva hideg van ott, ahol éppen játszom.